Hare Krishna, folytatjuk a Srimad Bhagavatam felolvasását a harmadik énekből. Elérkeztünk a második fejezet, 24. verséhez. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya. Harmadik ének, második fejezet, 24. verse. A démonokat, akik ellenségként tekintenek az Úrra, többre tartom a baktáknál, mert miközben gyűlölködő gondolataikban merülve az Úrral harcolnak, láthatják őt Garuda, Tarksha, Kashyapa fia vállán, kezében a kerékfegyverrel. Magyarázat. Azok az aszurák, akik szemtől szemben harcoltak az Úrral, elnyerték a felszabadulást, mert az Úr megölte őket. Ezt a felszabadulást nem azért kapják, mert az Úr baktái, csupán az Úr indokolatlan kegyének köszönhetik. Mindenki, aki valahogyan egy parányi mértékben kapcsolatba kerül az Úrral, nagy áldásban részesül, s akár fel is szabadulhat az Úr kiválóságának köszönhetően. Ő olyannyira kegyes, hogy még ellenségeit is felszabadulással jutalmazza, amiért kapcsolatba kerültek vele, és ellenséges gondolatai következtében közvetve bár, de elmerültek benne. Valójában a démonok sohasem lehetnek azonos szinten a tiszta baktákkal, ám Uddhava az elkülönülés érzése miatt így gondolkozott. Azt gondolta, hogy életének utolsó szakaszában talán nem láthatja az Urat szemtől szemben, mint ahogyan a démonok. Az igazság az, hogy a bakták, akik transzcendentális szeretettel szüntelenül az Úr odaadó szolgálatát végzik, ezerszer nagyobb jutalomban részesülnek, mint a démonok, mert a lelki bolygókra emelkedhetnek, ahol örök, gyönyörteli létben élhetnek az Úrral. A démonok és a személytelen filozófia hívei megkapják a lehetőséget, hogy az Úr Brahma Jyoti ragyogásába merüljenek, ezzel szemben a bakták a lelki bolygókra kerülnek. Összehasonlításképpen elképzelhetjük a különbséget aközött, hogy az űrben lebegünk, vagy a világűr valamelyik bolygóján élünk. A bolygókon élők nagyobb boldogságot élveznek, mint azok, akik nem rendelkeznek testtel, és a nap sugarainak molekuláiba olvadnak. A személytelen filozófiát vallókat ezért az Úr nem kedveli jobban, mint ellenségeit. Mindketten a lelki felszabadulás ugyanazon szintjén állnak. 25. vers. Brahma az istenség személyiségéhez, az Úr Sri Krishnához imádkozott, hogy hozzon áldást a földre, s így Bodja királyának börtönében Vasudeva fiaként felesége Devaki méhéből az Úr megszületett. Magyarázat. Noha nincsen különbség az Úr megjelenésének és eltávozásának kettelései között, a bakták általában nem beszélnek az Úr eltávozásáról. Vidura burkoltan az Úr távozásáról kérdezte Uddhavát, amikor arra kérte, hogy meséljen el egy Krishna katát, az Úr Krishnával kapcsolatos történetet. Uddhava egészen az elejétől kezdve beszédét, onnan, amikor Krishna megjelent Vasudeva és Devaki fiaként Kámszának, Bodja királyának börtönében, Maturában. Az Úrnak semmit sem kell tenni ebben a világban, de ha baktái, például Brahma, arra kérik, akkor alászáll a földre, hogy az egész univerzumra áldást hozzon. A Bhagavad Gita 4.8 kijelenti Paritranaya Sathunam Vinashaya Cha Dukshritam Dharma Sampst Hapanart haja Sambhavami Juge Juge. Korszakról korszakra alá szállok én magam. Ezek után apja a Kámszától való félelmében Nanda Maharaja tehén legelőire vitte őt, s ott élt bátyjával, Baladévával 11 esztendőn át, amint a rejtett láng. Magyarázat. Valójában semmi szükség nem volt arra, hogy az urat Nanda Maharaja házába vigyék attól félve, hogy Kámsza szándékához hülyen megöli, amint megjelenik. Az aszurák nem tesznek más, mint megpróbálják megölni az istenség legfelsőbb személyiségét, s minden eszközzel bizonyítani akarják, hogy nincs Isten, vagy hogy Krishna közönséges emberi lény, nem pedig Isten. Az Úr Krishnára nincs ennek hatással a Kámsza féle emberek eltökéltségei, de annak érdekében, hogy gyermekként játszhassa szerepét, beleegyezett, hogy apja, Vasudeva, mivel félt Kámszától, Nanda Maharaja tehén legelőire vigye. Nanda Maharaja megérdemelte, hogy gyermekeként kapja meg őt, és Yasoda mái szintén rászolgált, hogy élvezze az Úr gyermekkori kecteléseit.
Így aztán, hogy mindenki vágya teljesüljön, amint megjelent Kámsza börtönében, Maturából azonnal Vrindávanba került. 11 évig élt ott, bemutatva minden lenyűgöző gyermekkori kisfiú és ifjúkori kettelését bátyjával, az úr Baladévával, első számú kiterjedésével együtt. Az, hogy Vasudeva arra gondolt, hogy megvédelmezi Krisnát Kámsza haragjától, része a transzcendentális kapcsolatnak. Az úrnak nagyobb boldogságot jelent, ha valaki fiának tekinti őt, aki tőle függ, s akinek szüksége van egy apa védelmére, mint amikor valaki úgy fogadja el, mint a legfelsőbb urat. Ő az atya mindenkinek, s ő véd meg mindenkit, ám amikor egy baktája természetesnek tekinti, hogy az urat meg kell védenie, az transzcendentális örömet okoz az úrnak. Így aztán az úr nagyon élvezte, amikor Vasudeva Kámszától való félelmében Vrindávanba vitte őt, noha természetesen nem félt sem Kámszától, sem mástól. 27. vers. Gyermekkorában a mindenható urat tehénpásztor fiúk és borjak vették körül. Így sétált a Yamuna folyó partján a fákkal sűrűn borított kerteken át, melyeket csiripelő madarak hangja töltött be. Magyarázat. Nanda Maharaja Kámsza király hűbérese volt, de mivel kasztja alapján vaisja volt, a kereskedő és gazdálkodó közösség tagja, sok ezer tehenet tartott. A vaisják kötelessége a tehenek védelmezése, ahogy a ksatriák dolga az, hogy megvédjék az embereket. Az úr gyermek volt, ezért tehénpásztor barátaival együtt a borjakra kellett ügyelnie. Ezek a tehénpásztor fiúk előző életeikben nagy risik és jógik voltak, és számtalan jámbor születés után nyerték el az úr társaságát, és most egyenlő felekként játszhattak vele. Sohasem törődtek azzal, hogy megtudják, kicsoda Krisna, a legbensőségesebb és legszeretettebb barátként játszottak vele. Annyira szerették az urat, hogy egész éjjel csak a következő reggelre gondoltak, amikor újra találkozhatnak vele, és együtt indulhatnak az erdőbe a teheneket legeltetni. A Yamuna partján az erdők mind csodálatos kertek voltak, teli mangó, kenyér, alma, guava és narancsfákkal, szőlővel, szamócával és tálafák gyümölcsével, valamint meg annyi más növényel és illatos virággal. És mivel az erdő a Yamuna partján feküdt, az ágakon kacsák, darvak, pávák ültek. A fák, a madarak és a többi állat mind jámbor élőlények voltak, akik Vrindávan transzcendentális hajlékán születtek meg csupán azért, hogy örömet okozzanak az úrnak, és örök társainak, a tehénpásztor fiúknak. Az úr miközben kisgyermekként pajtásaival játszott, sok-sok démont elpusztított. Ágaszurát, Bakaszurát, Pralambaszurát, Gardabaszurát és másokat. Bár kisfiúként jelent meg Vrindávanban, valójában olyan volt, mint egy tűz befedett lángja. Ahogy a tűz parányi szikrája a tűzifa segítségével hatalmas tüzet lobbanthat fel, az úr Nanda Maharaja házában már csecsemőkorától kezdve sorra pusztította el e hatalmas démonokat. Vrindávan földje, az úr gyermekkori játékainak színhelye még ma is létezik, és aki ellátogat ezekre a helyekre, ugyanezt a transzcendentális gyönyört élvezheti, annak ellenére, hogy az úr tökéletlen szemünkkel fizikailag nem látható. Az úr csétánya kijelentette, hogy az úr földje azonos az úrral, és ezért a baktáknak imádniuk kell azt. Ezt az utasítás főként az úr csétánya követői, a Gaudiya Vaisnavák tartják be. És mivel a föld nem különbözik az úrtól, a bakták, például Uthava és Vidura, ellátogattak ezekre a helyekre 5000 évvel ezelőtt, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessenek az úrral, legyen számukra akár látható, akár láthatatlan. És az úr ezer és ezer híve vándorol még mindig Vrindávan szent helyére, mindannyian arra készülve, hogy hazatérjenek vissza Istenhez. Amikor 28. vers. Amikor az úr bemutatta gyermeki tetteit, csak Vrindávan a népe láthatta őt. Néha sírt, néha nevetett, akár egy gyermek, se közben olyan volt, mint egy oroszlán kölyök. Magyarázat. Ha valaki az úr gyermekkori kedvteléseinek élvezetében akar részesülni, Vraja lakóinak, például Nandának, Upanandának és mindazoknak a nyomdokait kell követnie, akik szülőként álltak kapcsolatban az úrral. Gyakran előfordul, hogy egy gyermek, a szomszédokat is felverve, sírva követel magának valamit, s amint megkapja, amire vágyott, nevetni kezd. Az eféle sírást és nevetést a szülők és az idősebb rokonok nagyon élvezik, ezért az úr is egyszerre sírt és nevetett, bakta szüleit és transzcendentális boldogság hangulatába merítve. Ezeket az eseményeket egyedül Vraja lakói, például Nanda Maharaja élvezhetik, míg Brahman vagy Paramatma impersonalista imádóinak nincs részük ebben a boldogságban.
Néha, amikor az erdőben démonok támadták meg, Krisna látszólag megdöbbent, de aztán rájuk nézett, mint egy oroszlán kölyök, s megölte őket. Gyermekkori pajtásait szintén csodálat töltött el, s amikor hazaértek, elmesélték a történteket szüleiknek. Mindenki Krisnájuk tulajdonságait magasztalta. A gyermek Krisna nem csak szüleihez, Nandához és Jasodához tartozott, ő volt Vrindában minden idősebb lakójának fia és minden vele egykorú fiú és lány barátja. Mindenki szerette Krisnát, ő volt mindenki szeme fénye, az állatokat, a teheneket és a borjakat is beleértve. 29. vers. Az úr, aki minden fenség és szerencse kincsestára volt, a gyönyörű bikákat legeltetve fuvoláját fújta, és ezzel felvidította hűséges követőit, a tehénpásztor fiúkat. Magyarázat. Amikor elérte a 6-7 éves kort, az úr azt a feladatot kapta, hogy vigyázzon a tehenekre és bikákra a legelőkön. Egy jómódú földbirtokosnak, sok ezer tehén gazdájának a fia volt. A védikus gazdasági életben egy embert akkor tekintenek gazdagnak, ha sok gabonája és tehene van. Csupán e két dolog, a tehenek és a gabona segítségével az emberiség meg tudja oldani táplálkozási problémáját. Az emberi társadalomnak csupán elegendő gabonára és elegendő tehénre van szüksége ahhoz, hogy megoldja gazdasági gondjait. Ezen a két tényezőn kívül minden más csak mesterséges szükséglet, amit az ember azért hoz létre, hogy az emberi szintet elérve most eltékozolja értékes életét, s hogy idejét olyan dolgokra fecsérelje, amelyekre semmi szükség. Az Úr Krisna az emberi társadalom tanítójaként személyes példájával járt elő, megmutatva, hogy a kereskedő közösségnek, vagyis a vaisjáknak teheneket és bikákat kell tartaniuk, s így védelmezniük kell az értékes állatokat. A Smriti szabályai szerint a tehén az emberi lény anyja, a bika pedig az apja. A tehén az anyja, mert ahogyan valaki az anyja tejét issza, úgy veszi el az emberi társadalom is a tehén tejét. Ehhez hasonlóan az emberi társadalom apja a bika, mert az apa épp úgy keres gyermekeire, mint ahogyan a bika szántja a földet, hogy táplálékként az emberek számára gabonát termesszen. Az emberi társadalom saját életerejének vett véget azáltal, hogy megöli az apát és az anyát. Ez a vers megemlíti, hogy a gyönyörű tehenek és bikák tarkák voltak, pirosak, feketék, zöldek, sárgák, hamuszínűek és így tovább. Színük az egészséges, mosolygó vonásaik derűssé varázsolták az egész atmoszférát. A legfontosabb azonban mindenek fölött az, hogy az úr híres fuvoláján is játszott. A fuvola hangja olyan transzcendentális örömet okozott barátainak, hogy nyomban elfelejtettek mindent, amit a Brahmanandáról hallottak, amelyet a személytelen filozófia hívei oly nagyra tartanak. Ezek a tehénpásztor fiúk, amint azt majd Sukadev Goszvámi elmagyarázza, olyan élőlények voltak, akik mögött sok-sok jámbor tett sorakozott, így aztán élvezhették az úr személyes társaságát, s hallhatták transzcendentális fuvoláját. A Brahma Samhita 5.30 megerősíti, hogy az úr transzcendentális fuvolán játszik. Brahmaji így szólt. Govindát imádom, az eredeti úrat, aki transzcendentális fuvoláján játszik. Szeme olyan, akár a lótuszvirág, fejét pávatollak díszítik, testének színe a friss fekete felhőkre hasonlít, noha testi vonásai gyönyörűbbek. Csupidó millióinál. Ezek az úr különleges vonásai. 30. vers. Kámsza, Bodzsa királya azzal bízta meg a nagy varázslókat, akik bármilyen alakban képesek voltak megjelenni, hogy öljék meg Krisnát, de puszta kecstelésből az úr olyan könnyedén végzett velük, ahogy egy gyermek töri össze játékbabáit. Magyarázat. Az Isten tagadó Kámsza meg akarta ölni Krisnát, amint Krisna megszületett. Terve kudarcba fulladt, de később megtudta, hogy Krisna Vrindávanban él Nanda Maharadzsa házában. Ezért aztán olyan varázslókat fogadott fel, akik csodálatos tettekre voltak képesek, és olyan alakban tudtak megjelenni, amilyenben csak akartak. Mindannyian megjelentek a gyermek Úr Krisna előtt különféle alakokban, mint Akha, Baka, Puttana, Sakata, Trinávárta, Denuka és Gardabha. És valahányszor alkalmuk adódott, megpróbálták megölni. Ő azonban egymás után ölte meg őket, mintha csak babákkal játszana. A gyermekek sokszor játszanak játékoroszlánokkal, elefántokkal, vaddisznókkal és hasonló bábukkal, és játék közben össze is törik őket. A mindenható úr előtt a leghatalmasabb élőlény is olyan, mint egy játékoroszlán egy játszó gyermek kezében. Isten senki sem múlhatja felül semmilyen tekintetben, ezért senki sem lehet egyenlő vele vagy nagyobb nála, és senki semmilyen erőfeszítés árán sem kerülhet egy szintre vele.
A lelki megvalósítás három elismert folyamata, a gyána, a jóga és a bhakti. Ha az ember folyamatok végzésében tökéletessé válik, az elvezetheti céljához a lelki értékeket illetően, de ez nem jelenti azt, hogy egy törekvés által olyan tökéletessé válhat, mint az Úr. Az Úr minden helyzetben az Úr. Amikor gyermekként játszott anyja, Jasoda mái ölében vagy tehénpásztor fiúként transzcendentális barátaival, akkor is Isten maradt, s hat fensége egy szikrányit sem halványodott. Az Úrnak sohasem lehet egyetlen vetélytársa sem. 31. vers. Vrindávan lakói között zűrzavar támadt a nagy veszedelemben, amikor a hüllők vezére Kália megmérgezte a Yamuna egy részét. Az Úr a vízben ellátta a baját a kígyó királynak, s elűzte őt. Aztán kijött a folyóból, s megitatta a teheneket, hogy bizonyítsa, a víz újra olyan, mint volt. 32. vers. A legfelsőbb Úr Krisna arra vágyott, hogy Nanda Maharaja a tehenek számára mutasson be imádatot vagyona felhasználásával, és egyben meg akarta leckésztetni Indrát, a mennyek királyát is. Így aztán azt a tanácsot adta apjának, hogy a bölcs brámanák segítségével mutasson be szertartást a gó, a legelők és a tehenek számára. Magyarázat. Megyetek már innen kicsit. Az Úr mindenki tanítója, ezért apját, Nanda Maharajját is kioktatta. Nanda Maharaja jómódú földbirtokos és számtalan tehén tulajdonosa volt, s a szokások a szíve minden évben rendkívüli pompával imádta Indrát, a mennyek királyát. A védikus írások az egyszerű embereknek is javasolják az eféle félisten imádatot, de csupán azért, hogy az emberek el tudják fogadni az Úr felsőbbrendű hatalmát. A félistenek az Úr szolgái, akik azt a feladatot kapták, hogy az univerzum működését irányítsák. A védikus írások éppen ezért azt tanácsolják, hogy az ember végezzen jadzsnyákat a félistenek elégedettségének kivívása érdekében. Ám aki a legfelsőbb Úrnak adja át magát, annak nincs szüksége arra, hogy elégedetté tegye a félisteneket. A félistenek imádata a közönséges emberek számára nem szükségszerű, csupán ahhoz nyújt segítséget, hogy el tudják ismerni a legfelsőbb Úr felsőbbrendűségét. A félistenek kielégítését általában az anyagi haszon érdekében javasolják. Ahogyan arról már ennek az írásnak a második énekében beszéltünk, annak, aki elismeri az istenség legfelsőbb személyisége felsőbbrendűségét, nem kell imádnia a másodrangú félisteneket. Amikor a csekély intelligenciával megáldott élőlények imádják és csodálják őket, a félistenek néha büszkék lesznek hatalmukra és megfeledkeznek az Úr felsőbbrendűségéről. Ez történt akkor is, amikor az Úr Krisna jelen volt az univerzumban. Az Úr meg akarta leckésztetni a mennyek királyát, Indrát, ezért arra kérte Nanda Maharajját, hogy ne folytassa az Indrának végzett áldozatot, hanem fordítsa a vagyonát egy jobb célra, a Govardhan hegy legelőinek imádatára végezzen el egy szertartást. Ezzel a tettével az Úr Krisna arra tanította az emberi társadalmat, ahogyan a Bhagavad Gita-ban is tette, hogy az embernek minden cselekedetével is, azok minden gyümölcsével a legfelsőbb Urat kell imádnia. Így lehet elérni a kívánt sikert. A vaisnáknak legfőképpen azt tanácsolják, hogy ahelyett, hogy fáradtságos munkával megszerzett vagyonukat elherdálnák, védelmezzék inkább a teheneket, a legelőiket és a termőföldjeiket, és ez örömet okoz az Úrnak. Az, hogy hogyan végzi az ember a kötelességét, akár saját maga, akár közössége, akár nemzete érdekében, abból nem lehet megítélni, hogy mennyire teszi elégedetté az Urat. 33. vers. Ó, bölcs Vidura! Inda király, mert becsületét megsértették, szakadatlan vízözönnel árasztotta el Vrindávan, így Vraja népe, a tehenek földje lakóira nagy szenvedés várt. Ám az Úr Krisna könyörületessége megmentette őket kettelésének esernyője a Govardhan hegy segítségével. 34. vers. Az esztendő harmadik évszakában az Úr a hölgyek körében a legszebbként élvezte kedvteléseit, szépséges dalaival csábítva el őket az őszi éjszakában, melyet beragyogott a holdfény. Magyarázat. Mielőtt elhagyta volna a tehenek földjét Vrindávanát, az Úr a Rasa Lilla kedvtelésében boldoggá tette fiatal barátnőit, a transzcendentális gópikat. Ezzel a verssel úthava befejezte az Úr tetteinek leírását. Így végződnek a Bhakti Vedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam harmadik énekének második fejezetéhez, melynek címe Emlékezés az Úr Krisnára. Hát így most egy kicsit rövidebb lesz a felolvasás, hiszen következő alkalommal folytatjuk a harmadik fejezettől, melynek címe az Úr kedvtelései távol Vrindávantól.
Srila Prabhupád ki jaj, Srimad Bhagavatam ki jaj, Jaini Tai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda ki jaj. Hare Krishna.